A következő mesét Andi küldi neked a K&H Gyógy Varázsmese doktor programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb. A Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő. Bemutatkozunk. Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a szomorúság. Mondjuk havonta egyszer, vagy inkább fél évenként. Elüldögélhetne itt, meg be is sötétítenék a kedvéért. Összehúznám magam, és sajogna a szívem. De hogy minden nap álljon, na nem, azt már mégsem, hogy felidézzem minden, egy ferde tekintet, egy régi tárgy, egy poros fénykép, egy szél fújt a levele, az eső, az eldübörgő vonatok zaja, na nem. Alig merek már kinézni az ablakon, ott szokott előbukkanni a szomorúság, a falu végi dombhát mögül, hű, komorám, sötét barna. Lép egyet, s már a rádai kastély tetején van, még egyet, s már itt áll a vasúti kocsma udvarán, s minek jön onnan az én ablakom? Semmi, már kopog. Dehogy eresztelek, gondolom, dehogy, törődik is vele. Átszivárog az ablaküvegem, betelepszik a szobámba. A fekete feketébb lesz tőle, a barna barnább, a pirosak kialusznak, elszürkülnek a sárgák, megfakulnak a kékek, a zöldek, mint a hamu. Reménykedem mindig, hogy nem hozzám jön. Annyian laknak errefelé, és már kopog is. Kop, kop. Ma is elég bánatosan kelt fel a nap. Rossz jár, hű, de rossz jár, gondoltam. Nézek a dombhát felé, akár ne is mondjam, ott komorlott, gomolygott, nőtt, nődögélt, jött. Kapkodtam a fejem, menekültem volna. De hova? Az meg már ott lépni készül. Na néztem, riadtam, mindjárt a rádai kastély tetején lesz. S ebben a pillanatban csöngettek. Nagyon vidáman szólt a csengő, mert az én csengőm tud vidáman szólni, kétségbe esetten, egykedvűen. Azt szerint, hogy éppen kinyomja kint a gombot. Ugrottam, tártam az ajtót. Na mondhatom, még az állam is leesett. Egy macskaforma kis figura állt az ajtóban, fekete kalapban, piros ingben, farmernadrágban, a lábán ormótlan bakancs lotyogott, kotyogott. Már nyitottam a számat, hogy ilyesféléket mondjak, kicsoda ön, uram, és mit akar? De nem jutott rá idő, mert az ott kint rám kiáltott. Fussunk! Eszembe jutott rögtön a szomorúság. Hely, lehet, hogy már ott kipek kopog az ablakomon. Nossza neki a lépcsőháznak. Ropogott a cipőnk, talpa, mint a géppuska. A fordulókban meg csisz, csosz, csisszen, csosszant. Aztán megint rip-rop, klipi-klapi, de a második fordulóban észbe kaptam. Megálltam. Hiába futunk, úgyis elkap. Megállt a nagy bakancsú, és szelíden rám nézett. Mikka Makka vagyok, mondta. Hallottál már rólam? Még nem. Akkor most majd hallasz, hadarta, fussunk. Most már nem aggályoskodtam, futottam. Ha egyszer Mikka Makkának hívják, nem lehet akárki. Futottunk végig a falun, ahogy a lábunk bírta. A szembejövőknek kikerekedett a szeme láttunkra. Nincs csak itt fut egy medveforma férfi, meg egy gyerekforma macska. Ettől elnevették magukat. A nevetés ránk is ránk ragadt, a réten már nevetve futottunk. Az ott a négyszögletű kerekerdő, mutatott előre Mikka Makka, s tudtam, ha benn leszünk a fák közt, már meg vagyok mentve. Bent az erdőben aztán kiszoszoktuk magunkat, s megfordultunk. Lássuk csak, hol ez a szomorúság? Ott volt mögöttünk, de már osztadozott, foszladozott, sápadozott, halványodott. Eloszlott lassacskán, mint a köd. Köszönöm, mondtam Mikka Makkának. Ne köszönd, nevetett Mikka Makka, ez a dolgom. Most egy pár napig itt laksz velünk a tisztáson, s meglátod, utána nem lesz semmi baj. Mi az, hogy veletek? Kikkel? Kérdeztem, miközben elindultunk az ösvényen, az erdő belseje felé. Jó társaság, ne félj, mondta Mikka Makka. Elsőnek ott van mindjárt Bruckner Siegfried. Az kicsoda? Hely, micsoda nagy hírű oroszlán volt, nézett rám Mikka Makka. Nem hallottál róla? Artista, főzsonglőr, bűvész, bohóc, balettáncos, versengtek érte a cirkuszok. Aztán, mormogta Mikka Makka, aztán megöregedett, meglassult, meggörbett, meggyengült, csak a nagy hangja maradt a régi. Nagy hangú? Azaz, nagy hangú. De bárcsak mindenki úgy lenne nagy hangú, ahogy ő, majd meglátod. Hogy került ide? Öreg volt, nem kellett már senkinek. Rá se néztek a cirkusz igazgatók. Mit akar ez a kivéhet fráter? Azt kérdezték. Ő meg szomorkodott, csavargott, kújtorgott. Egy szép este kint ült a város szélén, potyogtak a könnyei. És akkor jöttél te, mondtam. Igen, nézett rám Mikka Makka. Mondtam már, hogy ez a dolgom. Jöttem, és elhívtam ide a négyszögletű kerekerdőbe. Azóta is itt él.
kettesben veled? Dehogy kettesben. Itt él Lószerafin is, a kék paripa. Ő tudott, kéknek született. Ami nem csoda, mert Lószerafin lócsoda, vagyis hogy csodaló. Csak hogy az emberek nem hisznek a csodákban, a kék lovakba meg még kevésbé. Mosták, dörzsölték, szappanozták, sikálták szegény Lószerafint, persze kék maradt. Ára befestették szürkére, pejre, feketére, sárgára, de egy-kettőre levellette a festett szört, s újra kéken ragyogott. Akkor aztán minden kezdődött előről, mikor náthát kapott szegény Lószerafin a sok mosdatástól megszökött. Neki vágott a világnak, bújkált, vándorlott, s igen szomorú volt. S akkor jöttél te? Igen, mondta gyorsan Mikka Makka, meg aztán itt lakik Aromó is. Hát ő? Aromó nyúl, ugrifüles, nagyszerű, úgy is hívják fékezhetetlen agybelejű. Ő megtudott, kint lakott a mezőn, szabad foglalkozású nyúl volt, káposzta szakértő. Egyszer hozzám neki a postás egy levelet. Azonnal jelenjék meg itt, ekkor és ekkor, mert köteles elvégezni a nyúlfutás tanfolyamot. El is ment szegény, egy nagy épületre ki volt írva, hogy nyúlfutást oktató fő tanfolyam. Oda kellett mennie. Egy bizottság elé vezették, kövér, pirosposgás urak ültek a bizottságban. Aromó éppen mondani akart, hogy minek tanuljon ő a nyúlfutást, amikor, de a főkövér már rá is recsent. Na fusson egy kört, Aromó! Rettenetes sopánkodtak a bizottság tagjai, hogy dobálja a farát, micsoda rossz táptartás, ezt a gyenge technikát. Aromó megint mondani akarta, hogy hiszen ő nyúl, de nem engedték szóhoz jutni. Heteken át gyakoroltatták, nyúlfutásra oktatták a kövérek, de igen elégedetlenek voltak vele. Ilyen rossz tanulójuk még sose volt, ingatták a fejüket, és 3 hét múlva előhoztak egy teknős békát. Na mutasd meg neki, mondták, s a teknős béka fél nap alatt végig csoszogott a kerten. Na látod, ez az, mondták a kövérek Aromónak, ez az igazi nyúlfutás. Látod, milyen szépen ingatja a fejét, milyen kecsesen rakja a lábát? Igaz, a gyorsaságát még icipicit fejleszteni kell, de akkor is így fut egy igazi nyúl. Aromó igen mérges lett, azt sem mondta fapaput, csak zsupsz, eltugrott a kerítésen, és úzsgyi neki, vesd el magad. Isten veled, nyúlfutásra oktató tanfolyam. A kövérek meg utána, hiszen még nem tud rendesen futni, fogják meg. De mire kettőt léptek, Aromó farkincája végét se látták. Nosza, vérebeket eresztettek utána, így találkoztam Aromóval. Futott, mint a nyúl, nyomában a vérebek. S azóta ő is itt él. Ő is bólintott Mikka Makka. Meg itt él macskamat is. Olyanféle szerzett, mint én, nevetett rám a macskaforma képével. Bent élt a városban, igen szerette mindenki, csak hogy? Kicsit szeleburdi. Az igazán nem nagy baj, mondtam. Mikka Makka elgondolkodott. Nem nagy, bizonyos körülmények között nem nagy, mondta kis hallgatás után. Na várj, elmondok egy esetet. Volt ennek a vacskamatinak egy nagyon jó barátja, egy kisfiú. Megbeszélték, hogy délután elmennek moziba. A kisfiú nagyon boldog volt a megbeszélt találkozóra, pontosan megérkezett. Még 2 fagylaltot is vett, egyet magának, egyet vacskamatinak. Múlt az idő. A kisfiú áldogált a sarkon, a saját fagylaltját elnyalogatta, a másik kezében megszorongatta Vacska Matiét. De Vacska Mati csak nem jött. A fagylalt már olvadozni kezdett. Csöpögött az aszfaltra, de Vacska Mati csak nem jött. Elolvadt a fagylalt, már a lucskos tölcsért szorongotta a kisfiú, de Vacska Mati csak nem jött. Mert mi történt? Elindult ugyan Vacska Mati a találkozóra, de útközben találkozott egy másik barátjával, aki éppen a Vidám Parkba igyekezett. Jaj, de jó, kiáltotta Vacska Mati, megyek veled? A kisfiút azonnyomban el is felejtette. Bement a Vidám Parkba, hullámvas utaztak, gokártoztak, virslitettek, táncikáltak, s egyszer csak az óriás kerék tetején Vacska Matinak eszébe jut a kisfiú. Jaj, kiáltja, és már ugrik is ki majd a lábát töri, és fut a megbeszélt helyre. A másik barátja meg nem tudja, mit gondoljon. Ő is kiugrik az óriás kerékből, de akkor a Vacska Mati már eltűnt a tömegben. Nagyon elszomorodott a másik barátja, igen nehéz lett a szíve. Vacska Mati meg fut a sarokra, de a kisfiú már nincs ott, csak a szétmázolódott fagylalt pacni az aszfalton. Igen elkeseredett Vacska Mati, hogy ő most ekkora bánatot okozott a kisfiúnak is, meg a másik barátjának is. Hazament, sírdogált, rídogált. Aztán másnap kezdődött minden előről. Nem múlt el nap, hogy bánatot ne okozott volna valakinek a szeleburdiságával, de legfőképpen magának, mert minden este keservesen megbánta, amit aznap rosszul csinált, és sírdogált odahaza. Akkor aztán becsöngettél hozzá, mondtam.
bebólintott Mikka Makka. Elhoztam ide. Most is ajánlsz el a burdi? Most is, mondta Mikka Makka. De azért majd megszereted. Mi is szeretjük mindannyian. Még Nagy Zoárd is szereti. Az kicsoda? Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa. Tud menni. Tud. Azt kérte annak idején egy tündértől, hogy engedje őt vándorolni. Nem akar örökké egy sziklás hegyoldalban állni, egy tölgy meg egy bükk szomszédságában. Örökké ugyanazt a völgyet nézni, ugyanazt a folyót. Pedig nincs annál szebb, mondta neki a tündér, mint 300 évig nézni egy völgyet. Egy percig nézni nem érdemes. 20 év nagyon kevés, de 300 év? Na az igen. De Nagy Zoárnak aztán beszélhetett. Jól van, mondta a tündér, mehetsz. Na el is indult Nagy Zoárd. Megjárta a sivatag homokját, a tengerek partjait, szigeteken járt, délszaki földeken, jéghideg éjszakon. Talán nincs is olyan hely, ahol Nagy Zoárd ne járt volna. Igen ám, csak hogy egyszer elkezdett sajogni a szíve. Újra látni szerette volna a völgyet, a folyót, szeretett volna elbeszélgetni a tölgyel és a bükkkel. Fogta magát, hazament. Van lába, megtehette. Otthon aztán úgy érezte, hogy ez nem ugyanaz a völgy, nem ugyanaz a folyó, se tölgy, se meg a bükk, se ugyanaz. Ez nem ugyanaz a hely, ahol születtem. Kiáltotta, és nekivágott a világnak, hogy megkeresse azt a völgyet, azt a folyót, azt a bükköt, és azt a tölgyet. Járt körbe a világban, örökké, szakadatlan. De hogy találta volna meg, amit keresett? Belefáradt, elszomorodott, és akkor találkoztatok. Igen, mondta Mikka Makka, találkoztunk. Köztetek jól érzi magát? Kérdeztem. Járkálhat kedvére, áldogálhat kedvére, mondta Mikka Makka. Lehet, hogy néha elvágyódik. Mert nem megy akkor el? Mikka Makka elmosolyodott. Mert tudja, hogy szükségünk van rá. Karácsonykor feldíszítjük, gyertyákat teszünk rá. Ha elmenne, ki lenne akkor a karácsonyfánk? S boldog ám ő is a gyertyáival, meg a díszeivel, csak látnád. Talán egyszer meglátom, mondtam. Lehetséges, bólintott Mikka Makka, és kicsit abba hagyta a beszédet, mert éppen hegyre kapaszkodtunk. Csak fönn a csúcson szólalt meg újra, és velünk van szörnyeteg Lajos is. Szörnyeteg? Csodálkoztam. Annyira csúf? Hát, nem valami nagy szépség, az biztos, mondta Mikka Makka, de csúfnak se csúf, mondjuk inkább csúnyácska. Meg hát, elhallgatott. Meg hát, nem is egy lángész. Tudod, olyasféle, aki egy hétig is eltöpreng azon a kacifántos kérdésen, hogy mennyi kettő meg kettő. És egy hét töprengés után nagy boldogan kisüti, hogy öt. Na de ha arról van szó, hogy éhes vagy, és Szörnyeteg Lajosnak egy darab kenyér van a kezében, szemvillanás alatt megfelezi veled. Ha valami bajod van, mindenkinél hamarabb észreveszi, és mindenkinél hamarabb próbál segíteni. Úgy is hívjuk a legjobb szívű behemót. És ő hogy került ide? Tudod, milyenek az emberek? Más se tettek, csak nevették szegény Lajost. Járatták vele a bolondját. Elküldték a patikába velős csontért, a henteshez meg aspirinért. És ő meg ment, segíteni akart. Gondolhatod, mekkorákat nevettek rajta. Egyszer igen éhes volt, és meglátott egy böhöm embert. A böhöm ember nagy szelet húsokat evett kenyérrel, meg kovászos uborkával. A kovászos uborkát igen szereti Szörnyeteg Lajos. Jó messziről vágyakozva nézett a böhöm ember felé, az meg oda kiáltott neki. Látom, éhes vagy, szaradjál hozzá nekem fából vaskarikát, és akkor kapsz a húsból, meg az uborkából. Kenyeret is kapsz. Lajos már futott is. Majd csak megleli valahol azt a fából vaskarikát, ami nincs is. És meglelte? Megbólintott Mikka Makka, mert találkozott velem. Azóta itt lakik a négyszögletű kerek erdőben, mondtam. Itt folytatta Mikka Makka, akár csak dömdödöm. Kicsoda? Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani dömdödöm. Semmi mást? Semmit. De azért nagyon jól megértjük. Akármit is akár mondani. Néhány nap alatt te is megérted. Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették, mondtam. Lehet, válaszolta Mikka Makka, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, azt állítja, hogy dömdödöm tudna beszélni, csak nem akar. És miért nem? Aromó úgy meséli, hogy dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indult dömdödöm, hogy majd odaáll az elé a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de ütközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak. Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe. Mi az, hogy de ha még egyszer gondolkozott, dömdödöm, akkor már nem fogja szeretni.
Aztán jobban oda nézett, és akkor ismerte meg a két asszonyt. Vidág életükben gyűlölték egymást. Ájha, mondta Dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket. Én szeretem az embereket, ordította a poroszló, és zittya sonfa pálcával. De azt nem tűrhetem, óbégatta a poroszló, és zuttya sonfa pálcával. Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, dörmögött Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, amíg őkelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott, és úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés fosztány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak, én a világon a legjobban a pirítottak magot szeretem. Erre már igazán elkeseredett Dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak, én igazán szeretlek. Mi az, hogy igazán? Háborgott magában Dömdödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. És ha szereti, akkor miért kell hozzá ez az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem. És akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából, mit a poroszlóéból? Mit a tokmagevő fiúéból, és mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, amit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta, Dömdödöm. Azóta se hajlandó más mondani, csak ennyit, hogy Dömdödöm. És akinek azt mondta, hogy Dömdödöm, megértette őt? Kérdeztem. Egészen bizonyos lehetsz benne, mondta Mikka Makka, ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet a Romó találta ki, és Dömdödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömdödöm. Már tudom is, hogy kinek mondta, csillant fel a szemem, de Mikka Makka nem válaszolt. Előre mutatott. Oda néz, ott vannak. Bizony ott voltak valahányan, futottak elénk, Isten hozott benneteket, kiabálták, ölelgettek engem is, mintha ezer éve köztük laktam volna. Egyszer csak a nagy lármában hozzám fordult Mikka Makka. Akartál valamit mondani? Csak azt akarom mondani. Csak annyit akarok, dadogtam a hirtelen felzengő csendben, hogy Dömdödöm.